Hát üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy újabb videóban, itt vagyunk bent a tyúkolban. Most már kapcsoltam vakut, már csak 6 percet tudok felvenni, úgyhogy ne számítsatok valami hosszú videóra. Van ugye két kokink, ezt már előző videóban láthattátok, ő a selejtes koki, aki amúgy a putyin koki. A másik, az itt van kint, vagy valahol ott van, ő a Szergej nevű koki. Közben a vakút lekapcsolom még. Ő a Szergej. Ő sokkal inkább barátságosabb. És tényleg nem selejtes koki, mert a tyúkok között van állandóan. Úgyhogy, ja. Mit szerettem volna még nektek mutatni? Ugye azt az, hogy ugye mondtam a előző videóban, ezt. Ez így jön le már. Meg el van törve itt a fal végig. Azért ezt minél hamarabb meg akarjuk csinálni, ezt a részt ezt itt befalazzuk, itt végig tégla lesz, és ide szeretnék egy fémkeretes ajtót, ami nyilván magasabb lesz, de nem egészen a tetejéig fel fog érni az egész nudlinak, aztán csinálunk egy fémkeretet, erre rászegecseljük azokat a lemezeket, amiben például ugye a tyúkok is itt vannak tartva. És ilyen lemezeket rárakunk, kettőt az ajtóra, aztán jó napot. Kész az ajtó. Mert szeretnénk egy normális, és rendesen záras, kilincses ajtót szeretnénk, hogy ne dróttal kelljen. Tehát jó kulcs az, de a zárszerkezet az, hát az igazából csak a kilincs miatt kéne zárszerkezet, de lehet, hogy lesz kulcs is. Lehet, hogy kulcsos megoldást fogunk alkalmazni. Azon is gondolkozza tényleg, hogy ugye kulcssal megoldani, hogy ugye ne bírjanak kitörni. Meg akkor ugye mennyit nem tud bemenni, s a többi. Mert már volt itt mennyit. Tyúkok agyon verték szerencsére, de volt itt mennyit. Hogy megmutatom nektek a Margit tyúkot is. Ő itt van-e? Ő... Ott sétál. Már ő is ülne befele. Akkor várja. Hú, de kemény begyet rakott azt a mindenit. Jó lenne. Margit, gyere! Kicsit leraklak ide benneteket. Itt van fent a Margit. Nem nagyon szoktam őket simogatni, de amúgy igénylik is amúgy. Kicsit igénylik amúgy a babusgatás. Nagyon nem. Sokáig nem viselik el, de kicsit, hogyha megcirolod őket, azt... Azt szeretik. Ezek a kis tyukikák, úgyhogy ja, közben a vakut kikapcsolom. A Léros az ott, nem tudom, már fekszik le. Vagy lejön? Kicsi leszek rá. Lejön vajon? Vagy mi lesz? Na most mi lesz? Lejön, vagy nem jön le? Hát ez így belülről a látkép az nagyon maradt. Szerintem annyi lesz, hogy ezt ki kell messzelni. Ja, ez a fal lesz itt lebontva. Ez a rész, ez itt teljesen ki lesz szedve. Ja, meg erre a részre gondoltam itt, de ez szerintem lehet, hogy marad. Így, mint pipiól. Ez így belülről, annyi lesz, hogy ki lesz végig messzelve meg. Hát ez egy ilyen kis tyúkol. Ugye valaki, nem tudja, ez amúgy egy raktár volt. De már eléggé ki. Közben lenyomom, hogy tudjon aludni. Az a lényeg, hogy ne keljen fel. Már látjátok, már nem áll fel. Már nincs kedve. Csak a vakúzás miatt csinálja azt, hogy feláll. Elfordítom már. Úgyhogy, ja, itt néz ki, itt például egy üvegdarabbal oldottunk meg, de a teteje is valószínűleg újra lesz csinálva. A kokos hírkakukuki. Az egy erdélyi fajta tiszta kakas amúgy, ha valaki nem tudná. Az egy erdélyi kakas, azt vettem 4000 forintért, és őt azért vettem, hogy legyen egy szebb kakasunk. Mert a másik azon selejtes. Azt a telepről hozunk, hogy eredetileg úgy volt, hogy fehéret is hozunk, de fehére azt megölték. Mire el tudtuk volna hozni, addigra megölték a fehéret. Hoppá, mindjárt leesik. Jelenesik a Margit. Na jó, szerintem lassan el is köszönök tőletek. Csak egy kicsit bejelentkeztem így, hogy milyen az állomány. Ilyen.
jelenleg az állományunk nem nagy, nem nagy ez az állomány, de a célnak megfelel, ugye mi nekünk nem akkora marra nagy állomány kell. Nem is férnének el itt sokan. Hogy ja, sziasztok!